Sziasztok srácok és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Nagyon régen volt már Guess the Build, így most ez lesz Guess the Build. Tudjátok, az a játék az angol órás, ami hát többé-kevésbé szokott menni, de azért a szótárt azt bekészítem ide magam mellé, ugyanis azért is szeretem többek között ezt a játékot, mert kicsit lehet tanulni az építkezést, és az angolt is, ugyanis hát kell angol tudás ahhoz, hogy tudd ezt a játékot játszani, legalábbis alapszinten, de hogyha van szótárad, akkor az se hátrány. Várjuk is akkor meg, amire nekem szükségem lesz, ez nem más, mint egy angol-magyar szótár, mert azért ehhez kell, ugyanis nem beszélem folyékonyan a nyelvet, de megpróbálom azért felismerni nagyjából, hogy akkor mit fog építeni az űrge-mürge-bürge. Találd ki, hogy milyen építőanyagokat használsz, úristen, de gyors lett. Lehet, hogy wool, bár az mondjuk túl egyszerű lenne, tehát van fehér meg piros wool, amit használ, báránybunda, ez egy plusz jel, nem, ez egy flag, ez egy zászló. Egyelőre nincsen segítségünk, de lehet, hogy ez egy kórház, de nem, jaj, nem, mert E a vége, itt láthatjátok ugye középen, hogy mit ad meg. Hát ez micsoda? Mi lehet ennek a vége? Mármint, hogy most leírja. Nö? Ni? Ni? Ne? Ne? Nö? Nu? Nurse! Ja! Nurse! De hát ez egy kicsit egyszerű, szóval ápolónőre gondolt. Mindegy! Hát ez van, ezt annyira nem szerettem, mert így túl egyszerű a dolog. Ez szerintem jó lett volna egyébként, hogyha arra vezet minket rá, hogy így az egészségügyben kapcsolatos, vagy az egészségügyel kapcsolatos szó az, amit ki kell találnunk? Ez eddig sikeres! 3 pontom van. Jéj, vége is! Jöhet a következő téma, ami nem más, mint... Már alig várom, hogy alkoss valamit. Gyerünk! Milyen sápat egyébként a skinemnek a színe. Olyan szürkés, vámpíros szín. Mi van, caty? Nagyon mondod a magadét. Tehát nagyon jó meleg van ott neked. Nem tetszik neki, hogy egyébként hangosan beszélek a szobában, ahol amúgy videózom. Na mi van, nem megy? Stone esetleg? Uha, vagy mondjuk magas? Jaj, R betű a vége. Mit tudom én, bedrock! Ja nem, de hát R betű a vége. Mi az, ami magas, R betű a vége, van benne sárga, az mondjuk gold, szürke az grey, vihar esetleg? Storm, hurrikán, vagy valami ilyesmi lesz, nem? Vihar? Úristen, ez biztos valami villámzás lesz. Nem, mi ez? Mi lehet ez? Szerintem ez az. Thunder, ne! Thunder! 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 Ne már! Ez marha jó lett egyébként ez az építmény, és nem értem, hogy mi. Nem találtam ki, Istenem! Ez annyira egyszerű volt! Ezen pontot bukni, hát ez valami borzasztó. Na, figyeljünk oda! Ez is valami fa lehet. Tree, mondjuk legyen tree. Mi a farönk? Jaj, azt már tanultuk, hát arra emlékszem, farönk az a log. Nem, ez... Jaj! Bridge esetleg? Nem. Kapu. Mi lehet a kapu? Jaj, jaj, jaj. Gate. Lehet, hogy gate. Jézusom! No luck, just kill. Mi? Akkor sikerült. Gates. Jézusom, de megijedtem ettől. Akkorát pukizott itt. Na, szuper, ennek nagyon örülök. Hú, 4 pontom már van, de valakinek 6. Nem jó. Nem. Jézus. Igen. Figyelünk, van valami gránit a kezében, ha jól látom. Szóval akár azzal is kezdhetjük a granit. Don't talk to him, ne beszélnek hozzá. Miért? Ez mi? Tree. Island? Lehet, hogy ez egy sziget? Nem. Lehet, hogy sima dirt, de akkor azt miért a tetejére? Micsoda? Nem lehet, hogy lebegő sziget? Flu... Jaj, nem hiszem el. Na, floating island. Floating island, lebegő sziget. Ó, de jó! 5 ponton van, de neki meg 9 és 7. Ne! Ó, mi van a ládában? Hanyissam ki. Ne! Nem tudtam, hogy mi van a ládában.
I know. Egyébként ez baromi, baromi jó lett ez a építmény. Nagyon tetszik. Nagyon megy, pörög a chat. Ez mi lehet? Ez egy fal. Wall. Nem, valószínűleg nem. Ez valami összetettebb dolog. Lehet, hogy ez egy steak. Seat. Mi? Kabinet. Hova lett? Most ez... Oké. Lol. Bye bye. Man said bye. Próbálkozom be a gránittal, bár tudom, hogy sem értem. Jaj, ne, leírja. Akkor nézzük. Un. An. Mi? An. U. Uni. Uni. Unicef, vagy mi? Unicu. Unico. 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 Az mi? Ja, hogy unicorn. Unicorn is. Oké, de ez akkor is csalás. Mondjuk 4 ponttal le vagyok maradva, szóval nem baj, jól jött. Á, jövök! Igloo, jogging. Jó, legyen az igloo. Hát az valami fehérrel kéne. Oké, na. Oké, megpróbálok nem stresszelni rajta. Jó. Oké, jó. És akkor most szépen beépítjük ezt a dolgot. Oké, így is. Így is. Hú, hát ez nagyon nem egyforma. Eddig borzasztó. Oké. Lehet, hogy jeget kéne keresnem. Jaj, ne! Találjátok ki, kérlek! Ó, igló! Ez borzasztó volt! Legalább megpróbáltam. Remélem, te is olyan szépen hasonlóan fogsz iglót csinálni, mint én. Ez az igló botrány lett. Nem is értem, miért fehér bult használtam hozzá. Na mindegy. Ez mi? Meki? Ez egy M betű. MC! Evil! Nem, Meddi. Meddi? M-E? U. Mi? U. Mi ez? Komolyan úgy érzem magam a találgatás alatt, hogy nem tudom, U meg D van benne, M. Mi csoda? Nem tudom, hát én nem tudom! Builder. Ja, hogy mi? Hogy én vagyok a builder? Úristen, ez kreatív volt. Jaj, de megijedtem. Negyedik helyezetet értem el. Hoppá! Na, a negyedik hely nem is olyan rossz. Na jól van, srácok, hát ez egy ilyen rövidecske, picicske videócska lett. Remélem, hogy tetszett nektek. Amúgy is már rég volt ilyen, szóval szerettem volna mindenképp. Amúgy a negyedik hely annyira nem vészes, de azért legközelebb remélem, hogy jobb helyzetet fogok elérni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben, a következőkben találkozunk addig is. Legyetek jók, és jó kedvűek! Sziasztok! Jaj!